Jazzmuzsika csalogatta a művészetek Kendli Majori kertjébe a vendégeket. Idén 32-en kaptak meghívást a 27. alkalommal megrendezett szimpóziumra. A résztvevők nagy része, köztük az egykori alapító tagok évről évre visszatérnek ide. Európa Hírű művészekkel vagyunk itt körülvéve, és, és rengeteget tanulunk is egymástól, rengeteget, ö, ellesünk olyan dolgokat, amit, amit ö, tehát ilyen technikákra gondolok, meg anyagokra. Liliana Spiktorenko Moszkvából. A művészek 13 nemzetet képviselnek. Magyarország mellett például Egyiptomból, Oroszországból és Moldáviából is érkeztek alkotók, akiket akár munka közben is megleshetnek az érdeklődők. Egy nagyon színes világgal lehet itt találkozni, kortárs művészettel, ami... Azért nem mindennapi program itt a térségben, és szerintem országosan is azért merem ajánlani mindenkinek. Az idén 20 éves művésztelepen már most is látható egy kiállítás, de a szimpózium zárásaként is nyílik majd egy tárlat. A szervezők várnak mindenkit az Egri Pince Színház előadására szombaton, valamint a vasárnapi nyílt napra, június 14-én pedig a Kanizsáról elszármazott, jelenleg Londonban élő Mérk Szandor audiovizuális performanszára.